Komlón születtem. Életem minden szövevénye ehhez a városhoz köt. Nekem itt vannak a gyökereim. Mindig is érdekelt a múlt, a történelem, ezért érdekel szülővárosom története is. Az északi mecsekben megbúvó kis falu története és a 20. század végére több mint 30 ezer lelket számláló kisváros története. Az, hogy már nem élünk itt annyian, nos, az egy másik film témája is lehetne majd. Amatőr helytörténeti kutatóként felfedeztem néhány érdekes, talán rejtélyes történetet Komló múltjában, amit szeretnék megosztani másokkal is. Nem nagy történetekről van szó, nem a történelem formáló időket akarom megidézni, csak néhány emlékmorzsát, ami azoknak lehet érdekes, akik szeretik ezt a várost, és itt akarnak élni. Kedves komlaiak, jöjjenek velem! Néhány éve Borbála alapra készülve Borbála ábrázolásokat kerestem az interneten. Számtalan művészeti alkotást találtam, szobrokat, festményeket, grafikákat, és beleakadtam egy szobor fotójába, ami felkeltette az érdeklődésemet. A köztérkép.hu honlapon, amelyen rengeteg köztéri műalkotás látható, megtaláltam a mű leírását. Eszerint a Borbála szobor a Tápió-Szentmártoni Borostyán idősek és mozgáskorlátozottak otthona parkjában található. 1968-ban állították a mai helyére. Eredetileg a Ludovika Akadémia parkjában állt. Felrém lett a komlói templomban található Borbála szobor, és a hasonlóság szembetűnő volt. Ezután a komlói szoborról kezdtem adatokat gyűjteni. Nagy segítségemre volt az Árgyalán György szerkesztésében és kiadásában megjelent Hittel és reménnyel című könyv, amely a komlói templom történetét dolgozza fel. Ebből megtudtam, hogy a templom alapkőletétele 1937. szeptember 8-án volt, és az épület 3 hónap alatt elkészült. A költségeket a Szénbánya és az Iparügyi Minisztérium biztosította. A templomot 1937. december 4-én szentelték fel Szent Borbála tiszteletére. A szentségi oltár fölött a bányászok védőszentje Szent Borbála szobra áll. Az alumínium öntvényt ifjú Tóth Ferenc és Jahoda János készítették. Dabóczi Mihály szobrászművész munkásságáról készült könyvecskében találtam a következőket. Noha nem a szakrális művészet volt a fő működési területe, a 30-as évek végén további jelentős egyházművészeti alkotások is fűződtek nevéhez. Komlón, a Bányász templomban 1937-ben Szent Borbála alumíniumból öntött szobrát állították fel. A bányászok védőszentje légiesen könnyed, karcsú alakja koronát visel, bal lábánál bástya. A nő alak ég felé tekintő arca különleges, szinte földön túli szépséget sugároz. 1939. május 14-én 3 fegyvernem védőszentjének szobrát avatták fel a budapesti Ludovika Akadémia parkjában. A szobrok közül 2 Olá Sándor, a Borbála szobor, Dabóczi Mihály alkotása, amely a komlói templomban felállított szobor másodpéldánya. Kiderült tehát, hogy az 1937-ben készült komlói Borbála szobor másodpéldányát 1939-ben a Ludovika Akadémia számára készítette el az alkotó Dabóczi Mihály. Újra öntötték tehát ugyanazt a szobrot. A különbség a nő alak lábánál található, az ágyú és a torony jelképek mellett a komlói szobron bányászlámpa is látható.
Számomra kiderült, hogy a komlói templomban egy jelentős műalkotást láthatunk, hiszen Dabóczi Mihály, 20. századi magyar szobrászat jelentős alkotója volt, Szent Borbáláról készített műve pedig egy gyönyörű szobor, amelyre mi komlóiak valamennyien büszkék lehetünk. Köszönöm a film elkészítésében nyújtott segítséget Ocsovai Andrásnak és Árnyelen Györgynek a fotókért, valamint Kovács József Káplán úrnak. Szíves figyelmükbe ajánlom Árgyelen György könyvét, amely a komlói templom és plébánia történetét dolgozza fel, és figyelmükbe ajánlom a köztérkép.hu weboldalt, ahol érdekes köztéri alkotásokat láthatnak szerte az országból. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem tartsanak velem legközelebb is. Emlékmorzsák a Közösségek Háza honlapján és YouTube csatornáján.